azt gondolom, hogy Dr. Balta Júliának a karcag mellett Törökország a másik nagy szerelem, hiszen nagyon kötődik, sok-sok ezer szállal kötődik Törökországhoz. Most is járt nemrég egy tanulmányúton, meséljen nekünk erről egy kicsit. Hogyan jutott oda, és most mi volt a kutatási terület? Köszönöm szépen a kérdést. Igen, kicsit Mikes Kelemenre hajazva, úgy szeretem én Karcagot, hogy, illetve úgy szeretem én Isztambult, meg a többi török várost, hogy nem feledem Karcagot. Nagy élmény nekem mindig Törökország, óriási élmény, és most, hogy egészséges vagyok, hála Istennek, tudok utazni újra. Ami a májusi kutatóutat illeti, az mindig valami téma után megyek. Hát most az izniki kerámia volt az, ami igazán izgatott. Iznik a 16. században egy híres kerámia központ volt, és tulajdonképpen ez hatott az európai kerámia művészetre is. Van egyébként magyar vonatkozása, mert hogy a Mezőtúron élő Kovács Karolina kerámikus, iparművész, ő merít az izniki motívumokból. Szóval ez izgatott igazán. Olyan fantasztikus volt ott. Ez egy kis város, nincs akkora, mint Karcag, és máig természetesen őrzi a hagyományait, tehát ott utcahosszat vannak a műhelyboltok, ott előttünk festik a kerámiát, a csempéket, a kancsókat, mindenféle dolgot. Gyönyörűek, gyönyörűek. Más, mint a későbbi központtá vált kütajai kerámia, de színeiben más, az egy újabb stílusú. Ez a régi, nagyon-nagyon különleges volt, nagyon szép, majd ezt meg fogom írni alkalomattán. Aztán volt egy másik, szeretnék egy olyan tanulmányt, ami a hagyományos árucsereformákat összegzi igazán, a hánokról, a középkori raktáráruházakról, mert ezek Törökországban ott vannak, tehát most is használják őket, kőből épültek, jó széles falakkal, időtállóak, és hál' Istennek ott a háborúk megkímélték ezeket a dolgokat, tehát szépen nyomon lehet követni, hogy milyen is volt a Selyemútnak, milyen állomásai voltak a karavánszerályokon kívül a városokban, ezek a hánok és a bedesztenek, amolyan raktáráruházak, áru elosztó helyek voltak, és Bursában is voltam, ami a Selyem útnak az egyik nagy elosztó központja volt, tulajdonképpen egy szakaszának a vége, onnan indultak aztán az európai szállítmányok, mikor, mivel tudták vinni, hajóval, vagy éppen lovas kocsikkal, teherkocsikkal. Ezeken az útjain azért mindig törekszik arra, hogy valami megyebeli, karcagi, valamilyen hazabeli kötődést is találjon. Úgy tudom, hogy most is sikerült. Igen, de ez nem Bursában volt, hanem egy másik helyen, Gallipoliban. A Gallipoli félszigetre is eljutottunk, és ezen az apró településen valami döbbenetes emlékem, vagy élményem volt. Tényleg döbbenetes, mert itt zajlott az első világháborúnak egy nagyon-nagyon jelentős csatája, ez a Gallipoli ütközet volt, amiben persze mi is belekeveredtünk, mert hogy mármint a háborúnak abban a szakaszában, mert hogy a monarchia seregében magyarok is, magyar katonák is harcoltak, és volt közöttük egy komodorosi ember is, aki megjárta a Gallipoli ütközetet, haza is jött, hazatért, ő Kovács Ferenc, 1978-ban, 92 éves korában halt meg, és megkapta a legnagyobb katonai kitüntetést ott ezért, a Gallipoli csillagot Atatürktől kapta meg. Tehát tulajdonképpen ez az ütközet volt az, ami megfordította a háború kimenetelét Törökország részére, mert hogy ekkor indult el az a nagy honvédő háború, ami aztán visszaszerezte az Antant által elvett török területeket. Sokkal nagyobb veszteség volt érte Törökországot akkor a nagyhatalmak által, mint Magyarországot, ugye Trianonban, de sajnos mi nem tudtuk visszaszerezni az elvesztett területeket. A törököknek ez sikerült. Hatalmas emlékművet állítottak, de olyan döbbenetes emlékművet állítottak ennek a csatának, ahol 140 ezer ember esett el. Borzalmas volt. Volt olyan frontvonal, ahol a két ellenfelet csupán 8 méter választotta el egymástól. Hát el lehet gondolni, hogy ebben az ütközetben kimaradt életben.
Szóval hihetetlen. És olyan szoborcsoporttal oldották ezt meg, ezt az emlékművet, ami tulajdonképpen az egész településre kiterjedt szinte, hogy embernagyságú szobrokkal telepítették be ott az emlékhelyet, és hát tulajdonképpen ezt a 8 méteres arcvonalat jelenítették meg, valami döbbenetes. Egyébként a magyar állam állított ott az elesett magyar katonáknak egy emlékművet, egy nagyon szép emlékművet. Azért a végén egy picit kanyarodjunk vissza a önáltali dolgokhoz, hiszen biztos, hogy benézett ezekbe a kis műhelyekbe, biztos hozott egy-két kis relikviát is magával. Igen, hoztam persze az Izniki kerámiát, hogy de most tényleg ez volt a szenzációs, hoztam. Egyébként is mániám az ilyenfajta gyűjtögetés, de most ez az Izniki, ez valami csodálatos volt. Persze, hogy benéztem, ott nagyon jó. Egyébként könnyű oda eljutni, mert Isztambulból vonattal el lehet menni, és ma már ilyen hiper-szuper vonatok vannak, és nagyon egyszerű oda elmenni, tehát akár Isztambulból, akár egy nap alatt is meg lehet járni egy ilyen utat, megnézni ezt a várost. Hát nem tudnám megmondani, hogy hány műhely van, de utcahoz. Na, a törökökre egyébként is ez a jellemző, hogy műhelyboltokat tartanak fent, és akkor egy bizonyos mesterségeknek egy utcája van. Aztán volt még egy másik élményem, ott ugyancsak ebben a városban népművészeti kirakodó vásár volt, mert hogy a helyi önkormányzat segíti az asszonyokat a népművészet ápolásában, és lehetőséget kapnak az árusításra is. Hát elképesztően szép dolgokat láttam. Például szövést, ami nekem nagyon mindig is érdekelt a motívumvilág, de itt világosodott meg igazán az egyik asszony elmondásából, hogy milyen motívumot szőnek bele a kis terítőbe, és egy virág, amiről én azt gondoltam korábban, hogy biztos a török szegfő egy változata, de nem az volt, hanem ez a Bába Béles török nevén Ebegü Medzsi, egy három cakkó, négy szirmú virág, ami Bába Béles a magyar neve, és ezt nálunk magzatelhajtásra használták, mert ilyen hatása is van, de a népművészet is lámfelőlelte. Arra a legjobb példa, hogy mennyire természetes a népi díszítőművészetben a környezet hatása. Az ember mindig azt mintázi, és ez legyen kőfaragó művészet, legyen hímzés, egyébként is hatással van egyik a másikra. Nem kell nagy dolgokat beleképzelni. Egyszerűen ami előttünk van, a keleti, vagy körülöttünk van. A keleti rózsa ugyanúgy megtalálható a török hímzésben, mint a kun hímzésben például, mint a szerkesztés olyan a török hímzőkultúrában, mint amit a mi kunhímzésünk megoldott, vagy megőrzött. Már a következő tanulmánykötetet is tervezi dr. Barta Júlia, mert olyan sok anyaga van.